A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, ünnepelni jöttünk annál is inkább, hiszen ebben az esztendőben is átadták a Vörösmarty gyűrű díjat az Art Teatrum Alapítvány fenntartásában esztendőről esztendőre ketten kapják meg, és az egyik, sőt, az első, aki ezt átvette, Vallér Bianca. Szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. Ez abszolút megerősítés, így van, hiszen ez titkos szavazásnak köszönhető, és azt hiszem, hogy az elmúlt esztendők bizonyították, hogy ott vagy már, ha úgy tetszik, a topon mindenképpen, az elmúlt 5 esztendő. Mert azért egy kicsit kell, hogy szó essék az előző időszakról is, bár most a Kék hajú lány, az Apacsok, a Csongor és a Tünde, a Kőszívű ember fia, az Ifigénia, a Ulisszban és a többi darab, ez azt hiszem, hogy egyértelmű volt, hogy ott a helyed, de hát ez eddig is így volt. Ugyanakkor nagyon-nagyon fontos, hogy amikor átvetted, mi volt az első gondolatod? Ugye Kovács Tomival közösen. Hát a Horváth Csaba adta át, és azt beszélték meg, hogy ő mondjon rólam pár szót előtte, és akkor nem is mondta ki ugye a nevet, és csak így elkezdett ilyen jellemzőket sorolni, és hát így eleinte így gondoltam, hogy azzal kezdte, hogy az egyetemen is már dolgoztunk együtt, és hogy nagyon jó kapcsolatunk volt. És akkor először ugye azt gondoltam, hogy hát ez így, hát én vagyok, és akkor beugrott a közös munkánk, hogy valóban az mennyire jó volt, de így gondoltam, hogy de hát mindenki mással dolgozhatott együtt, és akkor így sorolta, és akkor a végén ugye így fogalmazott, hogy szép sudárdány, és akkor sejtettem, hogy ó, basszus, akkor az én vagyok. És akkor hát először nagyon zavarba voltam, aztán természetesen nagyon örültem. Hát ilyen díjaknál szerintem először így mindig nehéz elhinni, hogy úristen, én kaptam, de hát miért? Aztán pedig nyilván elönt a boldogság, meg a szeretet, hogy tényleg nagyon, ez most így nagyon-nagyon jókor jött az életemben, ez egy nagyon-nagyon jó megerősítés. Eddig is szerettem igazából Fehérváron lenni, a társulatot is, meg a munkákat is, meg nagyon szerettem az ilyen egyéb elfoglaltságokat, vagy lehetőségeket, mondjuk az Atlantis program, vagy a mentorság, szóval azt érzem, hogy ez egy nagyon-nagyon jó város, és abszolút szeretek itt lenni, akárha többet itt lenne alszom, vagy nagyon jó hangulatú város, és nagyon, nagyon szeretek lényegében itt lenni. És hát aztán nagyon, nagyon örültem, meg nagyon meghatódtam. Kicsit úgy elpityeredtem. Ez egy születésnapi ajándék volt? Igen. Hiszen most lesz, azt nem mondjuk meg, hogy hanyadik, de 28-án lesz a születésnapod. Igen. Gratulálok ezúton is. Köszönöm. Mindannyiunk nevében. No, egy kicsit beszéljünk azokról, az indítatásról, hiszen idestova 5 esztendeje vagy itt, és azt hiszem, hogy az egy fontos pillanat mindig, amikor egy végzett színműs dönt a jövőjéről. És ráadásul te egy olyan csapatban voltál, akiknek számtalan lehetőség kínálkozott. Végül Székesfehérvárt választottad, és ennek én nagyon örülök minden színházbarát nevében, de ez egy fontos pillanat. Hogyan indultál neki úgy az utadnak, hogy azért tudjuk, hogy kellően elvarázsolt vagy, voltál, az egész osztályoddal együtt, teszem hozzá. Melyik volt az a pillanat, amikor úgy érezted, hogy megérkeztél? Hát, nekem ez így igazából többször éreztem, de talán nem is ezt az érzést, hogy megérkeztem, hanem hogy jó helyen vagyok itt, hogy itt nekem jó. Hogy alapból, amikor gyakorlati évben voltunk itt, akkor is nagyon-nagyon jó feladatokat kaptunk, azt hiszem, hogy Tamás is. Én nekem az első ilyen nagy érzés, hogy most itt vagyok jó helyen, az a Régi Módi történet volt,
akkor abszolút azt éreztem, hogy minden nehézségével együtt, de hogy ez egy nagyon-nagyon jó közösség, ahol vagyok, nagyon jó emberekkel, nem kell, hogy szorongjak, nem kell, hogy befeszüljek, és utána aztán nyilván a játék a kastélyban és az egérfogó. Igazából minden évben azt érzem, hogy kaptam jó lehetőséget is, nagy szerepet, fontos szerepet, kisebb szerepet, tehát hogy valahogy minden évem lényegében munkával, jó sok munkával telt, és talán az idei egy kicsit abban volt más, hogy most igazán sok régi előadás is még fennmaradt műsoron, akár az Unokám Benjamin, vagy ugye a 12 dühös ember, akkor ugye a Miskába is beugrottam, tehát hogy amellett a sok bemutató mellett még nagyon sok másik előadás is jött, és valahogy azt éreztem, hogy nagyon-nagyon sok előadás van, de így ki is tudtam ebben teljesedni. Hogy de íve volt a történetnek, tehát íve volt az egész, ahogy az egész pályádnak. Mert én azt hiszem, hogy az nagyon-nagyon fontos pillanat, hogyha valaki megérkezik és érzi a bizalmat, és egyre inkább megtalálják a szerepek, már pedig az elmúlt időszakban azért a fantasztikus szerep, amit felsoroltam itt az imént, az annyi volt. De volt-e olyan pillanat, amikor úgy érezted, hogy ez az áttörés? Vagy pedig ez egy folyamat volt? Szerintem ez egy folyamat, vagy nálam egy folyamat volt. Mert én például a sok egyéb szerep mellett, hiszen beszélgettünk mi már számtalanszor, én a 12 dühös embernél ugye a 6. esküdtet játszottad. 7. Vagy 7. Igen. És az egyrészt összejött egy csodacsapat. Ugye egy kult darabról van szó, és azt hiszem, hogy te voltál az, aki abszolút bizonyítottad, hogy miként lehet ezt úgy megoldani, hogy egy ugye szűk körben lehet ezt a darabot csak látni, hogy mindenki bólint. Vagy volt még ilyen áttörés, olyan szerep, ami te azt mondod, hogy igen, ez aztán abszolút megerősítést jelentett önmagadnak? Szerintem volt, akár most az Apacsok is például, az egy nagy falat volt nekem, hogy így egy hét alatt kellett beugrani, és azért ez egy nagyon nehéz feladat, mert nagyon intenzíven kell az idegrendszert próbára tenni, mert elég film jellegű a történet. De akár például a Kerkai Ritával, amikor az Unokám Benjamint csináltuk, vagy most például a Kékhajú lányt, bár azt ugye váltott szereposztásba játsszuk, de az is ilyen nagyon-nagyon meghatározó, mondjuk az olyan értelemben nem színészileg, de lelkileg volt számomra, hogy ez tényleg egy olyan pontja volt az évnek, amit így soha nem fogok elfelejteni, mert egy nagyon-nagyon fontos munka volt. Ugyanakkor azon kevesek közé tartozol, akik a közösségi létben is részt vesznek aktívan, hiszen mi tudjuk, hogy olvasol, pihensz, takarítasz, kézműveskedsz, sorozatot nézel, biciklizel, edzel, foglalkozatoskodsz a csodaszép kutyusoddal. Ez fontos számodra, hogy ez a közösségi lét is megjelenjen a nézők, az embertársaid körében? Hát igen, végül is, igen. Ennyi? Hát most nem tudom, hogy arra vagy kíváncsi, hogy miért fontos. Igen, ez igen. Számomra, hogy a... Mert ez ritkaság számba megy, valljuk meg. Tehát azért a társulaton belül nyilván nagyon sok mindenről szó esik, ami a kívülállókra nem tartozik, valljuk meg. Ez egyértelmű. A közönségnek, a színházbarátnak az a dolga, hogy üljön be, és nézze, és vonja le a megfelelő tanulságokat, következtetéseket. Viszont ha nem is a szűken vett magánéletedről, azért te nagyon sokat posztolsz például. Igen, hát a magánéletemről abszolút nem, tehát azt teljes mértékben tiszteletbe tartom. Általában azért így a családomról sem szoktam, de például az előadásokról azért tartom fontosnak, mert akár magamból kiindulva mondjuk nem feltétlenül vagyok mindig napra kész abban, hogy hol milyen előadást játszanak, de mondjuk ha meglátom, hogy az egyik ismerősömnek, vagy barátnőmnek, vagy volt osztálytársamnak itt és itt van egy előadása, bakker, pont ráérek, akkor elmegyek. Tehát, hogy egyrészt szerintem ebben van egy ilyen dolog is a részemről, hogy hát ha kirakom, és akkor
többen volt, hogy így írtak rám, hogy ma ezt játszátok, nem tudom, jöhetek levelet kocsival, megnézhetem, vagy úr, segítesz jegyet intézni, hogy van-e még esetleg jegy? Szóval egyrészt ez a marketing része dolgozik belőlem, hogy igenis, hogy mondjuk ha ránéztem múltkor a 12 dühösnél a jegyeknél, hogy fú, még nem kelt el, és akkor ráírtam még pár ismerősömre, hogy nem jöttök, hogy úgy ne legyen üresen a nézőtér, aztán persze megtelt az egész, meg az pont egy olyan előadás, amire így nagyon jönnének az emberek. Például az, hogy mondjuk a sportról miért posztolok, szerintem nagyon fontos, nem csak nekünk színészeknek, de minden ember életében a rendszeres sport, nem csak a fizikális egészség, hanem a mentális lelki egészségre nézve is, és nekem mindig nagyon sokat segít, és például, hogy járok ugye ilyen kengú edzésekre, egyébként itt Fehérváron is van, szóval bárki, akinek van kedve, az jöhet, de nagyon-nagyon sokan jöttek, sok ember így miattam jött, mert látta, hogy úristen, ez de jó, milyen intenzív, milyen jó a hangulat, milyen jó a zene, és hol lehet ezt a sportot űzni, és akkor mindenkinek leírom, és többen volt, hogy így emiatt kezdték el ezt a kengúzást is, vagy például a futást is, hogy ha bárki így megkérdezi, most én nem vagyok egy ilyen maratonfutó alapvetően, számomra a futás egy kicsit ilyen unalmas, szóval én nem azért futok, hanem a sport miatt, meg a versenyek hangulata miatt, és akkor volt, hogy többen mondták, hogy jó, de jó, akkor én is megyek veled, és gyere, nem tudom, fussunk le egy mennyit bírsz, te futsz egy ötöt, én egy tizet, te futsz egy kettőt, én egy hetet. Tehát, hogy ez is lényegében a részemről egy ilyen megmutatni, hogy ez milyen jó dolog, és akkor így talán így elgondolkodnak emberek, vagy mondjuk egy könyvről kirakni egy posztot, hogy... Világos. Szóval ennyi, igazából nem feltétlenül a szereplés része miatt, hanem egy ilyen... Beszéljünk erről az öt bemutatóról. Azt hiszem, hogy ez egy szám. Tehát itt nyilván egy színésznőt, egy színművészt általában nem a mennyiség, sokkal inkább a minőség érteti. És itt öt különböző darab. Ami engem megfogott, mind megfogott egyébként, és Szegeden a forgószínpad szerkesztői, mert valamennyi darab bekerült egyébként az országos forgószínpadra, és számtalanszor beszélgettünk mi is. Engem a kékhajú lány nagyon megfogott. Ez számodra is különleges volt? Igen, a kékhajú lány az nagyon meghatározó része, nagyon rövid idő belül próbáltuk, de azt gondolom, hogy azért is nagyon fontos előadás, mert diákoknak, gyerekeknek is jó, és felnőtteket is elgondolkodtatja, tehát egy nagyon fontos érzékenyítő előadás, és azt hiszem, hogy nagyon fontos ilyen témákról is beszélni, amik általában az emberek életében tabuk, hiszen a betegségről, a halálról nem beszélünk, mert azt gondoljuk, hogy ez csak rossz lehet, hogy ez tabu, hogyha a másik embert éri egy ilyen trauma, vagy tragédia, vagy egy ilyen nehézség, egy ilyen súlyos betegség akár, akkor nagyon sokan így elzárkóznak, vagy csak nem tudják kezelni ezt a dolgot, mert valahogy annyira az épült bele a kultúránkba, hogy akkor így hogy ez rossz, erről nem beszélünk, nem merek a másik emberhez szólni, nem merek a másik embertől kérdezni, és engem viszonylag elég korán érte egy veszteség, egy nagyon súlyos, hosszú betegség végeredménye lett a halál, és ezzel nagyon nehéz volt ilyen fiatalon találkozni, de azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat tanultam erről, és talán a mostani életemben ez egyrészt nagyon-nagyon sokat hozzátett, másrészt azt érzem, hogy fontos erről beszélni, hogy ha valakivel valami hasonló dolog történik, akkor ha csak annyit mondok az illetőnek, hogy figyelj, itt vagyok bármikor, ha szeretnél, beszéljünk, mert a beszéd, hogy kimondunk dolgokat, az könnyít a lelken, én így gondolom, és ha van egy ilyen előadás, ami erről szól, akkor az fontos, hogy akár már fiatal korban elkezdjünk erről beszélni, hogy igen, ez szörnyű dolog, de ezután is folytatódik az élet, vagy igen, ezt hogy kezeljük kellőképpen úgy, hogy mindenkinek a legkönnyebb és legjobb legyen, és nagyon jó, hogy a kékhajú lány után is mindig van ilyen érzékenyítő beszélgetés,
Szerintem ez nagyon fontos. Nem csak amiatt, hogy a diákokat, meg a fiatalokkal megszerettessük a színházat, hogy hú, ez tud érdekes lenni, hanem kifejezetten olyan téma, ami fontos. Egyébként még a 7 nap előadás, ami szintén ilyen diák előadás, amit ugye szintén a Kerka Iritől rendezett, azt ugye tavaly lett mutattuk be, de tavaly nem játszottuk, és akkor idén volt még abból elég sok, és az egy iskolai bántalmazásos történet, egy bullyingról szól, amiről szintén nagyon, nagyon fontos szerintem beszélni, és utána nagyon sok beszélgetésen, hogy ott is maradtunk a diával, csináljuk ketten, és mindig, és most pont legutóbb a Tóparti iskolában voltunk, most még így a nyár elején, és utána így még így beszélgettünk a diákokkal, hogy szerintetek még milyen témákról lehetne előadást csinálni, és így teljesen találkoztak így az igények, az ő, meg a mi igényeink, valahogy volt egy ilyen átfedés, és ez nagyon jó szerintem. Más megközelítésben, de az apacsok is olyan témát boncolgat, ami rendkívül fontos számunkra. Ezt miként élted meg? Hát ezt is lényegében hasonlóképpen. Ott is pont egy ilyen, vagy hát ott a másik oldalról, de ott meg pont azt a karaktert játszottam, akit egy ilyen veszteségért, szóval az is bizonyos értelemben így nagyon megviselt lelkileg, hogy ennyire konkrét, mert nyilván minden előadásban az ember így belerakja magát, meg magából dolgozik, meg, de amikor valami ennyire konkrét, akkor azzal nagyon nehéz. De azt hiszem, hogy ezt az egyetem alatt így sikerült így a mentorjaim és a tanáraimtól megtanulni, hogy le kell tenni a szerepet, hogy le kell tenni azt a fájdalmat, hogy ezt nem lehet utána tovább vinni, mert az a színpad, és utána az élet, az pedig az élet, és hogy nem lehet tulajdonképpen ebben tönkre menni, ezért valahogy én ezt így megpróbáltam átfordítani, és a szakdolgozatomat is ebből írtam annó az egyetemen, hogy a színház mint terápia, hogy tud terápiaként szolgálni mind nekünk, mind a nézőknek, és valahogy itt az apacsoknál is bennem ez volt. Persze nagyon megrázó az, hogy anyukám még például pont mondták, hogy nekik így ez volt a kedvenc előadásuk az évadban, mert hogy annyira valósághű, annyira a valóságról szól, az ő múltjukról, amikről mi már csak így hallottunk, de hogy annyira lehet, hogy a filmes jellege, meg maga az írás miatt is, de hogy annyira valószerű, hogy ez nagyon megrázta őket, és nyilván ez a része is van, hogy ez is nagyon megrázó, egy ilyen kor lelet, de a személyes része nekem pedig ez, hogy így ezzel kellett így még így dolgoznom. Igen, ez kicsit olyan volt, mint tehát kortárs lett kortárs problémákról, kortárs problémákat feszeget, és mélyreható, azt hiszem, hogy gondolkodásra sarkalló darab. De ez így volt például a Csongor és Tündével is. Ilyen Csongor és Tündét én azért már kellő korú vagyok, ha úgy tetszik, még nem láttam. És ez számomra példa volt arra, hogy igenis érdemes gondolkodni, mármint színházi nézőként is gondolkodni, hiszen tanulhatunk minden egyes olyan darabból, ahol a rendező a színművészekkel közösen valami olyat szeretne nyújtani, amire adott esetben még nem volt példa. Igen, a Csongor és Tündénének szerintem nagy értéke, hogy tényleg nagyon mai és nagyon a fiatalok rendhagyó volt, nyelvéhez. Nem kétséges. Igen, és nagyon próbálta szerintem a Balázs ezt így a mába hozni. Ezáltal nyilván valamennyire muszáj volt elrugaszkodni az alapműtől, ami nem feltétlenül baj. Utána a diákokkal ugye jártunk ilyen foglalkozást tartani, és nagy öröm volt, hogy nagyon őszinték, hogy nem elfogultan azt mondták, hogy hú, ez ilyen tök cool volt, hanem elmondták őszintén a véleményüket, hogy nekünk például sok volt a vetítés. Holott mi mondjuk azt gondoltuk, hogy ó, hát a vetítés, hát akkor azt imádni fogják. És azt mondták, hogy a többség, persze nem mindenki, hogy hát ha mi színházba jövünk, akkor mi élő színészeket akarunk látni. És akkor így megerősítette bennem egyébként azt a hitet, hogy még mindig van a színháznak ereje és jelentősége, hiszen az itt és mostban játszódik a szemünk előtt.
és ezért szerintem ez nekem egy jó tanulság volt, hogy így a diákokhoz jártunk, de magát a Csongor és Tündét pedig egyébként nagyon élveztem, hogy voltak benne dalok, hogy egészen friss az egész, hogy ilyen kis elrajzolt figurák lettünk, és valahogy én nagyon megszerettem. Mondjuk igen, és ez azért is fontos, Bianca, mert hogy még két darabról kell, hogy kérdezzelek röviden természetesen, a Kőszívő és az Ifigénia Ulisszban, hogy a rendezői koncepció az alapjaiban is megváltoztathat egy olyan drámát, amit ezer éve ismerünk adott esetben. És ugye a Kőszívő ember fiai kötelező olvasmány volt, és így tovább, és így tovább, de nem az a Kőszívő ember fiai, amit ti játszottatok. Igen, hát a Kőszívő ember fiainál én egyébként egy másik szerep lettem volna, és aztán végül is ezt a Szalmásinét kaptam, ami ugye egy nagyon kibővített, tehát ugye a regényben ő egy nagyon pici figura, akinek tulajdonképpen semmi jelentősége, és akkor a Selmecibe meg a János, ők ketten dolgoztak az anyagon, és lényegében a Bea mondta, hogy ezt ilyen több karakterből gyúrták össze, és aztán nagyon örültem neki az olvasópróbán, hogy ez az enyém. Mert nagyon szerintem egy nagyon jó pofa, vicces karakter, és valahogy bár nincs annyira sok jelenete, de mégis van egy kis karakterfejlődése, egy kis karakter íve. És először aztán persze így megijedtem, hogy fú, most akkor játszok, nem tudom, 30 évesen egy ilyen tenyeres talpas nőt, aki egy ilyen szalmási nő, és aztán meg így nagyon megszerettem, hogy lényegében ő nem kell ahhoz 200 kilónak lenni, hogy tenyeres talpas legyen, mert ez egy ilyen jelenbeli dolog is lehet. És aztán meg, amikor láttam, hogy tulajdonképpen így a nézőknek is ez mennyire tetszik, akkor így még jobban megszerettem, hogy jó, hát akkor ez így ennyi. Mi is megszerettük. Örülök. És az Ifigénia Ulisszban is, hiszen egy különleges drámáról van szó, de ez is másként. És én azt hiszem, hogy az elmúlt időszakban azt szűrhetjük le ezekből a darabokból, hogy azok a rendezők, akik megfordulnak, nyilván az alaprendezőkön túl is, figyelnek arra, hogy mintha a Vörösmarty Színházban a műsorszerkezet ebben az értelemben is megváltozott volna, tehát próbálnak a rendezők is megfelelni azoknak a kortárs igényeknek, amely ma már én azt hiszem, hogy a színházi létben is alapvetés. Tehát erre példa volt az Ifigénia is. Igen, igen. Az Ifigéniánál is egyébként így azt éreztem, akár az Apacsoknál is, hogy egyébként amikről szól, vagy amilyen témákat boncolgat, hogy az is tulajdonképpen nagyon mai tud lenni, és nagyon fontos dolgokról, és nagyon színészileg is egyébként nagyon jó karakterek vannak benne, és aztán amikor olvasópróbáztunk, és akkor így hárman lettünk a kar, a Rita meg a Sára, meg én, akkor én ennek nagyon örültem, hogy na, csajok, akkor ez. És aztán az olvasópróbán, ahogy így olvastuk, így a szemem előtt az volt, hogy hát, hogy milyen jó lenne, hogy van a Herkules mese, és akkor abban ugye vannak a múzsák, akik mind ilyen, az egyik ilyen magas, a másik ilyen pici, és akkor vannak ilyen dalaik, és akkor ilyen rezonőrként így mindig megfogalmaznak ilyen nagy tétel dolgokat, és akkor így mondtam, hogy milyen jó lenne, hogyha ilyen múzsák lennénk mi is. És aztán még rájött ez is, hogy ú, de jó lenne, hogyha ilyen tetováltak lennénk, meg minden ilyen külön kis hülyeség. És aztán ezek így végül is, eleinte így mondta a Berce, hogy nem, hát az nem, és akkor az anyaggal foglalkoztunk, meg így boncolgatjuk, hogy akkor Ifigénia hogy áldozza fel magát, meg a hatalom, meg a nők helyzete, és aztán így csak-csak, ahogy így telt múlt az idő, végül is csak ilyen múzsák lettünk ott, akik így dalra fakadnak. Szóval ezt is nagyon élveztem, hogy eleinte így mondtam, hogy hát de csak kéne beled valami dal, és akkor Berce, hogy nem, majd meglátjuk meg, és akkor a politika is. És akkor valahogy így az utolsó pár hétben így megjelent a Matkó Tamás így az életünkbe, és akkor megírta ezeket a szerintem csodálatos
dalokat, gyorsan megtanultuk, és én egyébként akkor kezdtem el úgy igazán élvezni az Ifigéniát, és aztán még lett ilyen orrpiercingünk is, amit így, az is még így az elején így vágy volt bennem, hogy hát akkor valami legyen, hogy ilyen kis furák legyünk, legyen, és akkor megkaptuk a csodálatos jelmezeinket is természetesen, és aztán csak így alakult, és szóval én nagyon élvezem az Ifigéniát. Mi is élveztük, maradjunk ennyiben. Jövőkép. Most ugye vége a szezonnak, pihenéssel telik a nyár? Hát, igen. Végül is igen. De azért valamennyit dolgozni is fogok. Szeretnék sokat sportolni, szeretnék a kiskutyámmal lenni, meg a családdal, barátokkal behozni azt az időt, amire egy évközben nem volt. Tehát nagyon keveset voltam otthon Balatonon, és szeretnék családdal, barátokkal, meg azért valamennyicskét így dolgozni is. Nos, hát történjék így. Jó pihenést kívánok. Köszönöm. Sok-sok balatoni élményt, ha már egyszer hazatérsz, otthonról hazamégy, ha úgy tetszik. Köszönöm szépen, és még egyszer mindannyiunk, minden színházbarát nevében gratulálok az elismeréshez. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, Ballér Bianca volt a vendégem, az idei Vörös Marti gyűrű díjas színművész, a Vörös Marti Színház színművésze. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.